Az elmúlt egy év történéseit azt hiszem nem kell senkinek bemutatnunk, hiszen a koronavírus alapjaiban forgatta fel a világot, és mindenkinek az életére hatással volt. A Digital Talks beszélgetés sorozat keretein belül keressük, hogy a különböző iparágakra milyen hatással volt a koronavírus, illetve a digitalizáció, és ezeknek a kapcsolata is hogyan működött. Mi a Lifeway-nél a digitalizációval és az online megoldásokkal foglalkozunk, emiatt nekünk ez különösen fontos terület, és ezért szeretném megkérdezni a mai beszélgető partneremet, Simon Lajost, a Richter Gedeon CIO-ját, hogy őket hogyan érintette a koronavírus, illetve a digitalizációs hullám, ami már korábban elkezdődött, de a koronavírus valószínűleg felgyorsított. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Azt gondolom, hogy minden cég minket is érintett a koronavírus természetesen, illetve ha mondhatom, hogy a 2020-as év legnagyobb kihívása. Informatikai szempontból, hogyha nézem, akkor két nagy területre kell, hogy bontsam ezt a kérdést. Az egyik a home office kérdése, hiszen egyik napra a másik napra kellett megoldanunk a home office lehetőségét, illetve a másik nagy terület pedig a kollaborációs túloknak a biztosítása. Richter egy nagyon érdekes vállalat ebből a szempontból. Richter azt kell tudni, hogy nagyon konzervatív vállalat, ami azt is jelentette, hogy egy olyan másfél évvel ezelőttig még annyira nem volt nálunk elterjedve a videokonferencia. Illetve maga a home office intézménye sem. Mi azt gondoltuk, hogy akkor működünk jól, hogyha a kollégáink többnyire bejárnak. Úgyhogy a vírus megjelenésével tényleg hetek alatt kellett megoldani azt, hogy kollégáink otthonról tudjanak dolgozni. Mindezt nem csak úgy, hogy akkor jó, akkor mindenki dolgozzon otthonról, hanem egy ilyen nagyon gyors folyamaton mentünk keresztül, ahol azonosítottuk az operáció szempontjából a kiüzereket, számukra biztosítottuk a hozzáféréseket, és utána tágítottuk ezt a kört. Azért azt kell mondjam büszkeséggel, hogy nem olyan régen a HR igazgató asszony Erdély Katalin mondta azt, hogy ő még a mai napig nem érti, hogy hogyan varázsoltunk elő ennyi laptopot, és hogyan varázsoltunk elő ennyi számítógépet. A műhelytitok az, hogy mi ezt valójában készültünk előre, több szempontból is szerencsések voltunk. Az egyik szerencse az az volt, hogy nekünk van egy hosszú távú stratégiánk, hogy volt arra, hogy a gépparkunkat megújítsuk. Ezért ezek az eszközök már itt voltak, és relatíve könnyen ki tudtuk osztani. Úgyhogy a home office-t én azt tudom mondani, hogy hát napok alatt, hetek alatt megoldottuk. Tényleg két hét alatt közel 2000 dolgozó tudott home office-olni egyik napra a másik napra, úgyhogy előtte ez az intézmény ez nem egy elterjedt volt Richteren belül, mert Richter egy konzervatív vállalat. És pont a konzervatív vállalat és múltunk és kultúránknak a következmény is volt ez a kollaborációs túlok. Itt nagyon nagy szerencsénk volt. A szerencse kicsit, hadd legyek nagyon büszke arra, amit a kollégáim műveltek, mert még a COVID megjelenése előtt mi elkezdtünk foglalkozni a Microsoftnak a Teams megoldásával, mi azt vezettünk be és azt használjuk. A projektet elég gyors ütemben indítottuk, ami azt jelentette, hogy mi egy fél évet terveztünk el a bevezetésére. Elég nagy tempóba haladtunk, és hát a projekt kellős közepén köszönt be a COVID az életünkbe, ami vicces, mert annyi delay tett a projektbe, hogy körülbelül egy-két hét csúszás volt a terveinkhez képest, viszont ami nagyon extrém volt, és egy kreativitást igényelte ettől a projektcsapattól, hogy hogyan is oktassuk le a kollégáinkat a kollaborációs túlra, mert egy eszköz, ha csak odaadom, az kevés. Ezt meg kell tanulni használni. Úgyhogy az az ötletük támadt, hogy a Teams-et oktassuk le Teams-en keresztül. És úgy látszik, működik, sikeres. Ma már nekem a megbeszéléseim, mostan azt mondhatom, hogy 99%-a Teams-en folyik, az 1% az pedig mobiltelefonon felhív valaki. De többnyire most ott vagyunk, hogy tényleg szinte korlátlanul tudjuk a Teams-et használni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt az egyik nagy kihívás, illetve hát üzleti szempontból, hogyha nézem a dolgot, akkor lássuk be, ez az iparág és ez a szektor, ahogy nem csak a Richter, de a szektor is egy konzervatív, tehát maga a kereskedés és az orvoslátogatás, ugye az értékesítés, az többnyire személyesen folyt. Az nem egy könnyű történet volt, hiszen
hiszen jó a Richter és a Richteres dolgozók átálltak a digitális világra, de hát nekünk az ügyfeleket is oda kellett vonzani. Ez még a mai napig is kihívás, azt gondolom, ez egy nagyon nehéz feladat, hogy maga az orvoslátogatás és az ezen történő értékesítés, hogyan tudunk ott is kultúraváltást elérni. Amiben természetesen a COVID segített, tehát ugye a legnagyobb digitalizációs hullám, hogyha fogalmazhatok így, az a COVID-nak köszönhető. Igen, ez egy kihívás, ez egy komoly kultúraváltás mindenki részéről, azt gondolom, hogy erre átálljunk, és úgy működjünk, mint a 16 évesek a telefonjainkkal. És vannak még olyan nehézségek, amit például nem lehetett így megoldani? Tehát, hogy az orvoslátogatás az egy dolog, de hogy azon belül mik okozzák a problémát? A személyes kapcsolat hiánya, vagy a rendszerek hiánya? Én azt gondolom, inkább a személyes kapcsolat hiánya. Tehát egy kereskedő személyesen azt gondolom, hogy kicsit sokkal jobban tud működni. Azon felül ugye akár egy-egy terméknek a bemutatása is, hogy az egy jópofa dolog, ha én most azt mondom, hogy így néz ki egy tabletta, egy doboz. De hát azt, mi olyan emberek vagyunk, szeretnénk megérinteni, megtapintani, szeretnénk kinyitni, kicsit megérezni, megszagolni. Ez azért sokat segít ebbe, azt gondolom. Természetesen az orvosok nem ez alapján döntenek, hogy jaj, milyen finom tapintása van egy doboznak, akkor ebből fogok többet felírni. De azt gondolom, hogy ilyenek vagyunk emberek, a személyes kapcsolat nagyon sokat segít. Természetesen ezek a kapcsolatok megvoltak előtte. Tehát azt gondolom, hogy azért is működhet, mert már előtte fölépült egy személyes kapcsolat, és utána azt a digitális formába áttenni az sokkal könnyebb. De hát mindenkire rászakadt ez a digitalizáció, tehát hogy mindenki digitálisan keresi őket, nekik közben még dolgozniuk is kell, multifunkcionalitást nehezebben lehet végrehajtani. Úgyhogy azt gondolom, ez az egyik. A másik, amiről beszélhetnénk, arról, hogy nagyon sok kollégánk van, aki a gyártásban részt vesz. Sajnos bármilyen is szeretjük volna, hogy fogalmazunk úgy, egy kollega, aki azért felel, hogy a csomagolásért, hát ő nem tudja hazavinni a munkát. Tehát akik az irodai dolgozók többnyire haza tudják vinni, vagy akár a kereskedők, de akik a gyártásban dolgoznak, akár a késztermék, vagy a tablettázóban, ők ezeket a gépeket nem fogják tudni hazavinni. Nekik a legnagyobb kihívás az volt, hogy őket biztonságban tudjuk tartani, tehát ők, amikor bejönnek dolgozni, biztonságban legyenek. Nagyon sok ilyen intézkedésünk volt, mi meglapítottuk a saját belső operatív törzsünket, így az államihoz hasonlóan, ami arról szólt, hogy mik azok az intézkedések, amiket meg kellett tenni, hogyan bontottuk szét a műszakokat, átalakítottuk a műszakok idejét, úgyhogy elég sokrétű volt az intézkedés, milyen óvintézkedéseket, milyen sokat kell takarítani, fertőtleníteni, ezeknek a számát amúgy is megemeltük. Maga a gyógyszergyártásban ez egy elég magas elvárás, tehát hogy amúgy is a tiszta terekben és az egyéb helyiségekben, de ezt elég, nagyjából majdnem mindenhol a szintet emeltünk, azt gondolom. De csak egy egyszerű, komoly kihívás, úgy különben, amit azt mondaná az ember, hogy nem is gondolna, hogy mekkora feladat. Amikor bejön egy műszak, át kell öltöznie. Hogyan tudnak bemenni az öltözőbe biztonságosan átöltözni? Hogyan tudom ezt megoldani? Azelőtt 20-30-an mondjuk egy nagy öltözőbe öltöztek, ez a tér most leszűkül. És ha csak 10 embert embedek be, akkor 3-szor annyi ideig tart. Hogyan tudom ezt megoldani, hogyan tudom ezt folyamatossá tenni? Úgyhogy voltak ilyenek is, de ez kevésbé csatlakozik a digitalizációhoz, illetve hát az informatikához, mert a termelésben nekem kollégáim vannak, és hatalmas szaktudással, hála az égnek, ezt ügyesen megoldották. Igen, ennek örülünk, hogy ezeket sikerült átlépni, és tényleg nagyon fontos az, hogy legyen digitalizációs platform, mint ahogy mondta is, amin keresztül ezeket a dolgokat lehet kommunikálni. Mi rengeteget olvastunk már a pandémia előtt, de most a pandémia alatt is nagyon fontos, például a felhasználói ügyfélélmény, tehát hogy a munkatársaknak mennyire egyszerű kezelni ezt a rendszert. Említette az elején, hogy Teams-en oktatták a Teams használatát. Ezen kívül követik még az ügyfélélményt? Mennyire fontos ez az önök iparágában? Azt gondolom, hogy nem.
Azon gondolkozom, hogy ez csak a mi iparágunkban lehet, hogy ezt tudjuk ezt a kérdést általánosítani, mert valójában ez mindenhol ott van. Ma már ez a fajta ügyfélélménynek nevezzük, de valójában ott van a mindennapjainkban. Én egy kicsit a felhasználhatóságra mondanám. Ugye azt látni, hogy amik nagyon egyszerűek, gyorsak, impulzus hatékonyak, azok nagyon jól működnek, és azok a rendszerek, amik ilyen nagyon rassúak, nagyon nehézkesen feldolgozhatóak, mármint maga a kép, hogyha akár a rendszert nézem, vagy a kezelése, azok a rendszerek egyszerűen elhalnak, az emberek nem foglalkoznak vele, úgyhogy nagyon rövid válaszom az, hogy igen, amúgy különben meg azt gondolom, hogy ez mindenhol ott van már az életünkben. Ha más nem csak abból a szempontból, ha üzleti szempontot nézek, ügyfélélmény, ezt inkább úgy fordítanám le, hogy hatékonyság. Ha én nekem 5 percig tart egy gombot, egy beállítást megkeresni, az nagyon sok idő, és hogyha üzleti oldalról nézzük, ez nagyon sok pénz. Úgyhogy igen, ez ott van a napjainkban, ezen nap mint nap dolgozunk. A Richter ügyönben a vezérigazgató úr kezdeményezésére, Albán Gábor vezérigazgató úr kezdeményezésére futtat egy Continuous Improvement Lean programot, ahol pont ez a cél, hogy a működésünket, a hatékonyságunkat és az ügyfélélményt növeljük. Ennek természetesen informatikai következményei súlyosak. Viccesen szoktam mondani a vezérigazgató úrnak, hogy ő elindít egy projektet, én meg mindegyikben részt veszek. Úgyhogy igen, ez egy kiemelt fontosságú dolog az életünkben. Nem egy könnyű terület, azt tudom viszont mondani. Tehát könnyű róla beszélni, a megvalósítás, na az kifejezetten kihívásokkal teli. Igen, ezzel teljesen egyet tudunk érteni, és most, hogy különösen sokat kell fókuszálnunk az intranet megoldásokra, illetve a csapatkollaborációs megoldásokra, a munkatársaink igazából az ügyfeleink lesznek, tehát az ő munkájukra különösen oda kell figyelnünk, hogy segítsük, hogy hatékonyan tudják ezeket vinni. Melyek azok a digitális megoldások, amik 2021-ben meghatározóak lesznek önöknek? 2021-ben talán egy kicsit így tényleg a gyógyszeriparhoz nagyon közeli történet, ez a gyártás automatizálás, egyfajta digitalizáció, ez az ipar 4.0, MES-nek hívjuk, ez a Manufacturing Execution System. Ez a projekt kiemelten fontos számunkra, egy üzemet próbálunk teljesen automatizálni, hogy a maximális automatizálási digitalizálást elérjük. Akár olyan szintig is el szeretnék jutni, pontosabban ez a cél, hogy eddig a szintig eljussunk, hogyha valaki egy mérlegen lemér valamit, akkor utána ne kézzel kelljen rögzítenie, akár papíron vagy maga egy rendszerben, hanem onnantól kezdve, hogy ő lemérte, lenyugtázza a mérést, ez automatikusan töltődjön be, tehát ugye ezáltal is minél gyorsabban, meg az mellett kiküszöbölve az emberi tényezőt, hogy valamit nem úgy írunk be, rosszul írunk be. A gyógyszergyártásban kifejezetten fontos különböző GXP auditoknál is. A másik figyelem, amit így 2021-ben szeretnénk továbbvinni, az a kibervédelem, mert szép dolog ez a digitalizáció. Én, mint informatikus mondom azt, hogy klassz, 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 de lassan eljutunk abba az állapotba, hogy viccesen azt szoktam erre mondani, hogy egy ázsiai 16 éves fiatalember, ha nem figyelünk oda, az automata targoncákkal megkergeti a dolgozókat, és különböző akciójátékokat játszik vele. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy a kibervédelmet erősítsük, főleg úgy, hogy Richter nagymúltú cég, a hírekben is benne vagyunk, és ennek az a mellékhatása, hogy naponta vagyunk kitéve kibertámadásoknak. Úgyhogy ez a másik nagy terület, amit nekünk erősítenünk kell, az a kibervédelem, ahol remélhetőleg mindig a megfelelő szinten tudunk lenni. 100%-os kibervédelem nincs, az én véleményem szerint, de természetesen igyekszünk a maximálisat elérni, amit ki lehet hozni. Mindezt úgy, hogy maga azért a napi működés és operáció az ne gátoljon és ne álljon meg. Ez is egy kicsit az ügyfélélmény, hogyha fogalmazhatok. Igen. És
Ez nem egy éves tervnek hangzik, legalábbis a gyárautomatizáció, de azért megnézem, hogy mik a következő néhány éves tervek igazából, tehát hogy a hosszabb távú terveket is szeretném megkérdezni. Nem, ez valóban nem egy egyéves terv, sőt, komoly kihívásaink vannak, mert hogyha ez a 2021-ben sikeresen tudjuk automatizálni ezt az üzemet, akkor szeretnénk kiterjeszteni a magyarországi három telephelyünkre, és utána a következő években pedig a lányvállalatainkra, mert azért nekünk komoly kitettségünk van több országban, és akár Románia, Lengyelország, Oroszországot is nézem, ott is folyik gyártás, és Indiában is, és szeretnénk oda is kiterjeszteni ezt. A következő két évre, hogyha kitekintek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy maga, ahogy mondtam, a Lean programunk keretében szeretnénk tovább növelni a hatékonyságot. Nap mint nap fogunk újabb, és indítunk el digitális fogalmazzunk úgy projekteket, hogyha nevezhetem ezt így projekteknek, bár lassan már úgy gondolom, hogy ez a napi munka része, hogy ezekkel foglalkozunk. Akár a pénzügyet nézem, akik az elektronikus számlázásnak a teljes automatizálásával foglalkoznak az ERP rendszerünkben, és hogy azt hogyan tudják megvalósítani, és ezeknek a következménye. Én szerintem a cél az, hogy megszállom sok digitális platformunk, és amit nekünk kell érni a következő két évben, ezeknek az automatizálása, és az automatizálás maximálása. Itt úgy tudnám fogalmazni, hogy kvázi azok a ismétlődő, haszontalon, idézőjelbe tévedett természetesen haszontalan munkákat automatizáltan meg tudjuk oldani, hogy a kollégáink azok minél többet a kreatív feladatokon tudjanak dolgozni. Úgyhogy a következő két év első és legnagyobb a Lean, hogy ezt vigyük tovább, és ebből kifolyólag a digitalizálás. És én így becsúszó szereléssel szeretném behozni hozzá a folyamatok automatizálását. Természetesen erre is van így különben egy komoly folyamatunk, tehát a Lean része, hogy mi idén indítjuk el a Process Mining nevezetű projektünket, ami pont arról szól, hogy a folyamataink felderítése, egyszerűsítése, és egyben az automatizálása, tehát amikor a Business Process Review megtörténik, akkor szeretnénk ezt automatizálni is. Úgyhogy ez a két év, ez valószínűleg erre fog rá menni az időmből, hogy ezt az irányt tovább képviseljük. Így hirtelen más nem jut eszembe, megmondom őszintén, amit meg tudok osztani nyilvánosan. Erről köszönöm szépen. Igazából ez is nagyon soknak hangzik, viszont nagyon izgalmas területnek hangzik mostanában. Így az IT, igazából ez a digitalizációs világ, ahogy én látom. Abszolút egyetértek, én azt gondolom, hogy aki most az informatikában dolgozik, annak nagyon nagy szerencséje van maga ez a digitalizáció. Maga az, hogy az üzlet és a világ, hogyan az IT-s világ hogyan közeledik egymáshoz, szerintem rettentően érdekes. Gondolok itt csak arra, hogy ez is még úgy különben, bár idei projekt, de valószínűleg 2021-ben fogjuk befejezni. Maga szeretnénk bevezetni a low-coding megoldást, ami azt a célt szolgálja, hogy kicsit az end-usereket bevonjuk ebbe a fejlesztésbe, tehát ahelyett, hogy igényt adjanak le, akár maguknak tudjanak építeni egyszerűbb alkalmazásokat. Ezek úgy különben nagyon jól hangzanak, viszont egy ekkora cégnél, mint a Richter, komoly kihívást is okoznak informatikai oldalról, mert ennek a legnagyobb kihívás részünkről nem is az, hogy ezt megvalósítsuk, hanem az, hogy ennek a governance-ét megteremtsük, hogy hol van ennek a területe, mielőtt azon veszik észre magunkat, hogy két év múlva arról beszélgetünk, hogy több millió alkalmazásunk van, amire nincs szükségünk. Igen. Köszönöm szépen az összes információt, nagyon hasznos volt ez a beszélgetés számomra, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Én köszönöm a lehetőséget, és örök, hogy így virtuálisan találkoztunk.